Üdv újra! Sziasztok, parfümőrültek! Nem fogok magyarázkodni, egyszerűen őrültek házam van legalábbis nálam vagy nálunk. Most van az ideje annak, hogy ismét parfümökről beszéljünk. Remélem minden oké veletek és jól vagytok. Köszönöm szépen még egyszer, hogy még mindig nézitek a videókat, sőt, egyre többen és kismillióan kommenteltek. Nagyon sokan kérdeztetek azzal kapcsolatban, hogy honnan és milyen megbízható forrásból lehet tutira igazi parfümöt vásárolni. Ha biztosan igazi parfümöt akarsz vásárolni, akkor nem egy viszonteladóhoz, vegyél egyenesen az anyacégtől, vagyis hogyha Gucci parfümöt akarsz rendelni, a Gucci-tól, ha Dolce, akkor Dolce-től, hogyha Amouage, Amouage-tól, értitek. Amit még javaslok nektek, ahol viszont tutira megint nem fogtok belefutni hamis parfümökbe, ez a Duty Free Shop. Hogyha repültök, vagy sokat utaztok, akkor érdemes ott is szétnézni, pláne mondjuk azok a parfümök, amelyekből sokat adnak el, tuti, hogy megtalálhatóak. Szóval a Duty Free, illetve az anyacég az két olyan hely, ahol tutira nem fogtok belefutni hamis parfümbe. Most mire figyeljetek? Hogyha igazi parfümöt vesztek, vagy ha a parfüm eredeti, akkor biztos, hogy csomagolásban fog jönni. Tehát lesz rajta valamiféle fólia, vagy pláne, hogyha nincs parfümöt vásároltok magatoknak, akkor általában az díszdobozban jön, vagy valami speckós dobozban, ami ilyen designer. Most ez a Mont Blanc Legend, ezt két napja vettem, úgyhogy tehát látjátok, hogy a parfüm szépen babán be van csomagolva, parfümdobozon ajánlott lehet a becskódot is. Ebben az esetben a Mont Blanc-nak a tetején van még egy extra kis Mont Blanc jel, ami nagyon is megkarolhatul adja. Szóval leszettük a borítást. Hát ugye designer brandről, designer parfümről beszélünk. Itt nem az lesz a lényeg, hogy mennyire brilliánsan, baromi jó a csomagolás. Most amikor kinyitjátok a dobozt, kaptok egy ilyen QR kódot, legalábbis ebben az esetben, ez nem mindegyik cég csinálja, a Mont Blanc igen. Kvázi, hogyha mondhatjuk így, akkor ez valamilyen szintű garanciát jelent neked arra, hogy ez egy igazi parfüm. Kinyitjátok a dobozt, benne van a parfüm. Tudjátok, a mániám a kis parfüm, hogyha mondjuk dizájnirlatokról beszélünk. Ő lesz az, tehát ő a Mont Blanc Legend. A parfümről lesz még szó még másik videóban, ez csak úgy gyorsban heads up-ként. Na most írtátok rengetegen a Notino-t, a Douglas-t. A Douglas-t abból a szempontból, hogy ott még nem futottatok bele hamis parfümbe. Ez rohadt jó, hogyha ez tényleg így van, akkor onnan ezek szerint lehet vásárolni nagy biztonsággal a parfümöt. Nekem személy szerint a Notino-ról nincs rossz véleményem, én rendelek tőlük rendszeresen parfümöt. És én nem futottam bele eddig hamis parfümbe, de sokan írtátok azt, hogy ti már kaptatok olyan illatot, ami nem úgy működött, mint mondjuk a kis teszter, amit vettetek, ezt meg tudom érteni. Hogyha ilyen van és ilyen dolgoktól tartotok, akkor megint anyacég, vagy pedig akkor Duty Free. Most amivel szerintem ki tudjátok szűrni az, hogyha a parfüm nem igazi. Először is, hogyha maga a csomagolás sérült, ha nem tele üveget vásároltok, illetve nem zsírúj parfümöt fogtok venni, sanszos, hogy nagyobb az esély, hogy bele fogtok futni, vagy belefuthattok hamis parfümbe. Szerintem, hogyha az eBay-t kihagyjátok, illetve az adok-veszek online shopokat, akkor megint csak egy lépést tettetek annak érdekében, hogy igazi parfümöt vásároljatok. Nagyon sok olyan hely van például Pesten főleg, ahol inkább mondjuk nincs parfümöket, de megbízható eredeti parfümöket árulnak. Nekem a Neroli az még mindig szívem csücske, én azt nektek meleg szívvel tudom ajánlani. Ha még mindezek mellett ki akarjátok zárni az esélyét annak, hogy hamis parfümöt vásároljatok, akkor szerintem kövessétek a következő lépéseket. 1. Szerezd be mintát a parfümből, próbáld ki a bőrödön. Két lehetőség van, vagy megrendeled online, vagy pedig bemész a shopba és kipróbálod magadon, vagy megveszed ott a mintát. Mindenféleképpen szerintem ez egy fontos lépés, ugyanis meg fogod nézni, hogy hogyan működik a parfüm a bőrödön. 2. Tudni fogod, hogy valóban milyen az illat, így amikor megrendeled és mondjuk használod x hete vagy x hónapja, és valaki, aki amúgy ismeri az eredeti vagy az igazi parfümöt, megmondja neked, hogy figyelj öreg, egy zsákpénzt csösztél ki egy fos parfümre, ami nem is igazi, akkor lehet, hogy a happiness level is szépen vissza fog esni, és nem leszel a legelégedettebb vásárlója a parfümnek. 2. Hagyd magadnak időt. Mindenkinek teljesen másképpen működik a bőr kémiája, úgyhogy előfordulhat az, hogy esetleg még akkor is, hogyha igazi parfümöt vásárolsz, vagy próbáltál ki, a te bőrödön másképpen fog működni, és más illata lesz. Ez nem azt jelenti, hogy a parfüm hamis, csak egyszerűen így lehet, hogy nem fogtok összeférni. Reviewk, kommentek, vélemények, ezeket mindig olvasnátok el azokról a weblapokról, illetve azokról a shopokról, amelyeket megpróbáltok felkeresni, szeretnétek tőlük vásárolni. De sok alkalommal, amikor elolvassátok a véleményeket, illetve a hozzászólásokat, vagy a reviewkat magáról a webshopról, vagy esetleg a már eladott parfümökről, lehet, hogy előszere lesz annak, hogy talán ezeket a helyeket hagyni kell. Ha nagyon sok negatív komment van, én azokat a helyeket
próbálom egyszerűen kihagyni, tehát nem vásárolok onnan. Nézzétek meg a YouTube videókat, ugyanis rengeteg jó ötlet van fent, én tökre örülök annak, hogy nagyon sokan elkezdtek már különböző, meg különféle parfümcsatornát csinálni. Szerintem ez egy tök jó dolog, hogy más is kedvet kapott ehhez, és én bátorítok mindenkit, hogy ezeket a videókat igenis nézzétek meg, mert nagyon sok alkalommal tök jó tanácsokat, illetve tök jó ötleteket kaphattok. Következő tanácsként, amit biztos, hogy szerintem, ha én nektek lennék, én észben tartanék, piacon kimérős parfümöt ne vegyetek. Nagyon sokan vannak, akik megveszik az eredeti parfümöt, és ezeket kiporciózzák kisebb üvegekre vagy kisebb mintákra. Ezzel nincsen semmi baj, az eredeti parfümöt adják el. Sok helyen találhattok ilyen eladókat is, akik ebből csinálnak maguknak extra pénzt. Legtöbb esetben sajnos viszont azok a kimérős parfümök, amelyeket a piacokon vehettek, nem degradálni akarom én egyik piaci kofát sem, aki parfümöt árusít, viszont megint csak sajnos abba futunk bele, hogy ezek nem azokat az anyagokat, illetve nem azokat az illatanyagokat tartalmazzák, mint az eredeti parfüm. Ebben az esetben én távol tartanék mindenkit a piaci parfümöktől, ha csak nem esetleg nagyon-nagyon régi, vagy esetleg nyomottárú designer parfümöket fogtok találni, és be van csomagolva, fullon minden rendben van, rajta van a batch code, be tudjátok a QR kóddal azonosítani a parfümöt. Ebben az esetben talán, de én még egyszer mondom, erre nem bátorítok senkit. Volt egy ilyen kérdés, hogy mi a baj a hamis parfümmel. Most az a baj a hamis parfümmel, hogy először is ez nem úgy működik, mint hogyha megvennél magadnak, tegyük fel egy egyes hamis Jordant. Nagyon sok esetben tudjuk ezt, hogy a kinézetet már tudják olyan szinten hamisítani, hogy szinte egy-egyben úgy néz ki, mint mondjuk egy eredeti Nike cipő. De parfüm esetében ez másképpen működik, ugyanis sok esetben találunk benne mérgező anyagokat. Nagyon sok esetben elő is fordul, hogy vizeletet találtak a hamis parfümben. Én másnak a vizeletét nem szívesen fújnám a bőrömre. Mondjuk magamét sem, de ez más kérdés. Sarkos lehet a példa, de a lényeg az, hogy valamilyen szinten végül is a saját egészségedet is kockáztatod azzal, vagy kockáztathatod azzal, hogy hamis parfümöket használsz, pláne, hogyha szereted az illatot, hiszen miért nem azért veszed meg, és ezeket nagy mennyiségben fújod a bőrödre, bőrirritációt, súlyosabb bőrproblémákat is okozhat. Nagyon sok esetben előfordulhat az is, hogy gyógyszeres kezelést kell alkalmazni ilyen esetekben, és szerintem senki nem örülne annak, hogyha a hőnáhított parfüm megvásárlását követően elkezdenél vészketni, aztán úgy néz neki, mint a paradicsom öregem. Jön a nyár, rengetegen fognak vásárolni friss, citrusos nyári parfümöket, sok esetben ezekbe is például vegyszereket, tisztítószereket tesznek. Hát remélem a Dióhéjban adott tanács hasznos volt számotokra, a következő videóban pedig már nézzük, hogy mennyire jó, vagy mennyire nem jó a Mont Blanc Legend. Sziasztok, parfümőrültek! Vigyázzatok magatokra, vegyetek parfümöt, illatozzatok, mint az állat. Köszi még egyszer, hogy itt vagytok, minden jót, jön a következő videó. Sziasztok!